Ez a váratlan költségvetés csökkentés az év derekán történt, ezért elkerülhetetlen a költségvetés módosítása, hangsúlyozta Zorán Radoman tartományi pénzügyi titkár. Az új adótervezet szerint idén a vajdasági községeknek megközelítőleg 6 milliárd dinárral kevesebb jut majd, a tartományi költségvetés pedig 1,5 milliárd dinárral csökken. A bérek megadóztatásának csökkentésével például Újvidéken a költségvetés havonta 120 millió dinárral lenne kevesebb. Deán Mandics, a Városi Tanács pénzügyekkel megbízott tagja szerint ez a mínusz a foglalkoztatottak számának növelésével pótolható. Tervben van egy nagy beruházás, vagyis egy gyár kiépítése, amely több ezer munkahelyet biztosít majd. A Vajdasági Munkaadók Uniója üdvözölte a jövedelem adómentes részének növelését, az adótörvények módosítása kapcsán pedig arra emlékeztetett, hogy még a gazdasági válság elején javasolta az adók és a hozzájárulások megfelezését azon vállalatok esetében, amelyeket a leginkább sújt a válság.